Légpisztolyt vitt egy hetedékes fiú az egyik szombathelyi általános iskolába, és az első szünet után többször ki is lőtt vele az ablakon. A tínédzser otthonról emelte el az éles lőfegyverre megszólalásig hasonlító fegyvert. Sérülést nem, csak riadalmat okozott. Ebből az épületből adott le több lövést egy légpuskából a 13 éves fiú. Még pénteken az első óra után kezdett el lövöldözni, senkinek nem esett baja az ügyeletes tanár észlelte ezt a jelenséget, azonnal a fiút az igazgatóhoz vitte, aki értesítette a rendőrséget, értesítette a, a, fiú szüleit, és innentől kezdve ez az ügy a rendőrség ügykörébe tartozik. A gyerek kiskorú, így büntető jogilag nem vonható felelősségre, de megsértette az iskolai házi rendet, így igazgatói figyelmeztetésre számíthat. Veszélyes tud lenni. Ezt már a szakember mondja, aki szerint hiába nem éles lőfegyverről van szó, egy légpisztoly is okozhat sérülést. Ha valaki a légpisztoly elé áll, és viccből azt mondja a társának, hogy ide lőj, akkor ő könnyen ö, kerülhet mondjuk a sebészeti osztályra, mert az bőr alá megy a lövedék, mert az akár ö, szervet is érinthet. 15 méternél csökken le annyira a becsapódási energia, hogy a lövés már nem jelent veszélyt. A pszichológus szerint az ilyen esetek mögött legtöbbször az áll, hogy a gyerek ki szeretne tűnni a többiek közül. Általában az szokott történni, hogy vagy a középpontba szeretnének olyan gyerekek kerülni, akik igazából kitaszítottnak érzik magukat a saját kis mikroközösségükbe, és egy ilyen cselekedet által akarnak feltűnést kelteni. Ám nem ritkán fordul elő az is, hogy a domináns szerepet betöltő gyerek csinálnak hasonlót. A szakember szerint a szülőknek nagy a felelősségük, nekik kellene jobban figyelniük, hogy az ilyen esetek elkerülhetők legyenek.